kívánok! Ez a heti tévé Pirkadat című műsora, és jazz Pirkadatról beszélünk van szó, és vendégem Nagy Emma, jazzénekes. Szia, jó reggel! Szia, köszönöm a meghívást! Gratulálok! Idén junior prima primissima díjas lettél, ugye, ha jól tudom? Köszönöm szépen! Nagyon szívből gratulálok! Hogy tudtad meg, hogy jelölnek, vagy hogy tudod-e, hogy hogy működik ez az egész díjazás, jelölés? Azt hiszem, a Jazz Szövetségtől kaptam e-mailt, hogy jelölni szeretnének még nyáron. És szóval, igen, és ezt tudtam, hogy jelölni szeretnének. Viszont azt hiszem, tavaly is jelöltek, és úgy voltam vele, hogy jó, ez így annyira nem jelent semmit, csak tök jól esik. És aztán szeptemberben kaptam egy e-mailt, hogy megkaptam. És mit jelent, nagyon, nagyon, hogy mondjam, ilyen riporteri kérdés, de mit jelent ez neked most? Hát erre, ez az első díja tulajdonképpen? A Lakatos Ablakos első. Ja. Hát az mondjuk első. Egy ösztöndíj, nem? Igen. De ilyen komolyabb díj, mert mondhatjuk azt, hogy ez egy komoly díj, ez az első, ugye? Igen, így személyesen igen. A Quintettel egyébként, vagy ezt lehet, hogy elmeséltem volna, amúgy is Artis Youth díjat kaptunk egy éve, vagy fél éve. De alapvetően igen, szóval még nem kaptam ilyen komoly díjat, és hát igazából erre nem is tudok annyira mit mondani, mert nagyon örülök neki, és sokat jelent, és ez mindenkinek nagyon sokat segít a pályáján, főleg így az elején. Nyilván ez anyagi támogatást is jelent valamennyit. Előbb említetted a Quintettedet. Ez most egy állandó formáció, vagy pedig, ha alkalmi, elmondod, hogy milyen zenét játszhatok. Azt tudom, hogy saját zenéket énekelsz általában, ha bár a díjátadón egy Charles Mingus standardet is énekeltél. Tehát visszatérve a zenekarról, beszélj egy kicsit, légy szíves, kik játszanak benne, milyen zenét, és lesznek koncertek, láttam a Facebookon, hogy azért működsz. Igen, Olá Krisztián zongorázik, Cseh Péter gitározik, Dénes Ábel nagybőgőzik, és Klaus Ádám dobol. És igen, saját szerzeményeket játszunk, ráadásul úgy, hogy mindenki szerez zenét, és főleg ezért is nagyon fix zenekar, és most már próbáljuk úgy intézni a dolgokat, hogy akkor vállalunk el főleg koncertet, vagy úgy szervezünk, amikor mindenki ráér, és nem kell helyettest. Igen, ez nem túl jó dolog, ha helyettes valóban, és ez egy okos gondolat tulajdonképpen. Mikor lesz koncert legközelebb? Most szombaton, december 2-án a Marcibányi téren. Ez egy új hely. Beszélj, légy szíves, arról, hogy milyen számokat, ez milyen stílus, vagy milyen világ, amit te, mert azért egy picit egyedi azt azért, és ez úgy van rendjén, hogyha van az embernek saját elképzelése, saját stílusa, hogy ez milyen, tehát erről beszélj, légy szíves, egy kicsit. Hát a Quintett repertoár az egyre jobban kicsit ilyen jazz-rockos kezd lenni, és érződnek rajta popzenei hatások is, meg klasszikus zenei hatások is azért, szóval egy ilyen modern jazznek mondanám, de lehet, hogy ez egy megúszós válasz erre a kérdésre. ami ezek közül is mondjuk az én szerzeményeimet érinti, hát arra igazából elég sok klasszikus zenei hatás volt, illetve... Amúgy te tanultál klasszikus zenét? Igen. Én 18 éves koromig klasszikus hegedűt tanultam. Az azért sokat jelent, nem? Igen. Hogy... Eléggé. És a jazz az hogy? Mi volt az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy én ezt a műfajt, mégsem a Mozartot, meg a Beethovent? Hát, elfáradtam. Most fáradtál el? Nem, ez még régebben volt, ugye? Nem, ez de... egy speciális válasz, de jó, és ezt kibontod egy kicsit, hogy... Igen, hát én 4 éves koromtól hegedültem, és körülbelül, nem mondom, hogy 4 évesen tudatosan így eldöntöttem, de hogy nem is terveztem más pályára menni, mint klasszikus hegedűs pályára, és hát nagyon sok
Igazából nem tudom pontosan, miben fáradtam el. Esetleg ezt a fáradtságot lehet úgy szinonimálni ebben az esetben, hogy meguntad? Nem. Tulajdonképpen egy olyan fáradtság, ami nem tudom, hogy pontosan mitől volt, mert nagyon élveztem a gyakorlást, ez sok gyakorlást, és ezt most is kell csinálni, meg a tanulást, szóval valamiért az történt, hogy megromlott a kapcsolatom a hangszeremmel. És ettől nagyon megijedtem. És ez mondjuk egy éve már tartott, szóval már utolsó évben ezt éreztem, és úgy gyakoroltam 6 órát, hogy szenvedtem már. A gyakorlás egy kicsit szenvedés, nem? Vagy lehet azt abszolút örömmel is csinálni? Lehet. És az ének hogy jött? Az ének úgy jött, hogy én azért otthon énekeltem. Meg nagyon szerettem a népdalokat. Nagyon sok koncertre hoztak apukámék Budapestre, és akkor Halcsa Veronikára is, meg emlékszem. Bajai vagy, ugye? Igen. A Juhász Gábornak volt egy ilyen projektje a Szalóki Ágyékkal. És akkor igazából érdekeltek a népdalok, meg már akkor is valahogy így a jazz, szóval úgy popzenét egyébként nem nagyon énekeltem. És akkor valahogy ez így ilyen természetesnek tűnt, hogy akkor nyilván még zenével szeretnék foglalkozni, mert egyébként nem tudom, hogy mi máshoz értenék, mert 4 éves korom óta erre készültem, és így az ilyen konzervatórium, meg minden is semmi máshoz. Aranyos. Pár éve már voltál itt a Heti TV-ben, illetve akkor másik helyszínen voltunk, és akkor mondtad, hogy te most Berlinbe szeretnél kimenni, tanulni, ugye, ha jól tudom, vagy jól emlékszem. De most egy picit megváltozott, mert azt hiszem, hogy a Zeneakadémiára jársz, nem? Tehát letettél arról, és most a tanulmányaid miről szólnak? Igen, most alkalmazott zeneszerzésre járok a Zeneakadémiára. Egyébként ez érdekes, mert hát ott igazából a zeneszakon több fő tárgyunk van tulajdonképpen. De aki a szabad kompozíciós tanárom, ő Bella Máté, és aki még az ilyen alkalmazott főtanárom, az Brandenburg Ádám. És hát most úgy érzem, hogy jó helyen vagyok, szóval... Szereted? Igen. Nem fáradsz, ez itt nem fáradsz el. Keveset alszom, de sűrű az első és a második év, ezt a többiek is mondták. Olá Krisztián is erre a szakra járt. Igen. Ugye a jazz tanszak után. Te is jártál jazz tanszakra? Nem, én a Bartókba jártam. Bartókba jártál, igen. És onnan jött. És akkor a Berlin az maradt. Hát rájöttem, hogy majd később, de... Egy jó terv volt, de majd még később. Még annyit szeretnék megemlíteni, hogy én ott voltam a díjátadón, és egy csodálatosan jól megrendezett ünnepség volt, ugye hát tudjuk, hogy az MVM ZRT támogatja magát ezt a díjat is, és ezt a rendezvényt is ő rendezte. Nagyon szépen énekeltél, és még egyszer gratulálok a Junior Prima Primissima Dios, sok sikert neked a zenekarhoz, a koncert tanulmányaid, és ne fáradj el semmiben. Jó. Köszönöm, hogy jöttél. Én is nagyon köszönöm. Oh,
szól.